A pattanó jelenség általában a kész túlterhelése után szokott kialakulni. Azt jelenti, hogy a hajlító inhüveje beszűkül körülbelül ebbe a magasságba. Kezdetben csak az új hajlítása nyújtása közben lecseg és ropogást észlel a beteg, később hajlítás nyújtás közben egy ilyen pattanást. Ez fokozódik addig, hogy már magától az új nem tud kinyúlni, hanem csak a másik kézzel tudja kinyújtani. Legvégső stádiumban pedig egy ilyen félig hajlított helyzetben marad az új, és innen semmilyen irányba nem tudja már a beteg megmozdítani az ujját. A kezdeti stádiumokban még meg lehet próbálkozni gyulladáscsökkentő konzervatív kezeléssel, amikor már elakadás, pattanás jelentkezik, akkor ezek általában már hatástalanok, olyankor a műtéti megoldást kell választanunk. Kezdeti stádiumtól a teljes elakadásig teljesen egyénileg változó, hogy mennyi idő telik el. Ez attól is függ, hogy a beteg meddig mennyit tudja pihentetni a kezét, alkalmaz-e bármiféle kezelést, külsőleg gyulladáscsökkentő krémet, bármi ilyesmit, mert hogyha folyamatosan túltereli, akkor természetesen hamarabb jut el a súlyosabb állapotban, ha tudja kímélni, akkor az akár meg is tudja oldani a kezdeti problémákat. Ez a betegség nagyon gyakran alakul ki rendszeresen számítógépet használóknál. A pattanói kialakulására hajlamosíthat krónikus vesebetegség, illetve cukorbetegség. Úgy lehet megelőzni, megakadályozni, hogy munka közben fél egy óránként meg kell állni, kicsit pihenni, kímélni az ujjat, akár egy kicsit jegelni is lehet, hogyha már elkezdett fájni a fájdalmas területeket. Gyakran szokott még kialakulni hobbi kertészeknél, tavasszal, ősszel, mikor az összes bokrot, fát, mindent hirtelen megmetszenek a kertbe olyanok, akik nem szokták ezt a jellegű terhelést. Itt is az a tanácsos, hogy nem kell mindent egyszerre, hanem meg kell állni munka közben pihentetni a kezet. A műtéti megoldás az helyérzéslenítésben szokott történni. A beszűkült területhez adunk egy kis érzéstelenítőt, utána egy pici meccésből a szűk részét az inhüvelynek behasítjuk, már a műtőasztalon érzi a beteg, hogy teljesen szabadon mozog az ujja. A sebgyógyulás körülbelül 8-10 nap, utána még egy 3 hétig kell kicsit kímélni, pihentetni a kezet. A műtét után előfordul kiújulása, de nagyon-nagyon ritkán. Inkább az a gyakori, hogy akinek egy pattanója volt, annak utána már a többi ujjánál is előfordulhat. Van olyan betegem, akinek már 6 ujját operáltam meg, így szépen sorba pattanó jelenség miatt.